Hát jobb karácsonyt ünneplünk, ez nagyon fontos egybe, hogy a közösséget összetartó alkalom, nem csak a karácsony ünnep, hanem különböző helyekről, akiknek nincs idejük találkozni, ez jó alkalom ahhoz, hogy találkozzunk, beszélgessük, közelebb kerüljünk. Még a másik, hogy megmutatjuk az etióp keresztény kultúrát magyar embereknek, akik itt közel állnak hozzánk. És egy közmondás jutott ma eszembe, és én gyakorlatilag ennyit szerettem volna elmondani, mégpedig ez az, hogy sok kis ember, sok kis helyen, sok kicsi dolgot tesz, és a világ arca mégis megváltozik. Én azt gondolom, hogy ez a mi dolgunk. Etiópok általában ugyanapjék a gondolok a hagyományos italokkal, a birkából, a marhából, a hálból készült kajákkal készülnek bővebben, mint Európában. Etiópiában voltunk kint, delegációnk most adta át azt a magyar projektet, ami 750 000 dolláros adósság elengedés terhére megvalósult, és ez három falunak a vízellátását és egy másik falunak meg az öntöző rendszerét hozta létre. Ez azt jelenti, hogy három falu gyermekei már nem kell, hogy a hátukon hordják a vizet, hanem marad idejük, hogy iskolába járjanak.